Köszöntöm kedves nézőinket! Önök Városunk heti magazin műsorát, a Keceli körképet látják. Nézzük néhány szóban a mai kínálatot. Korszerűbb hulladékkezelés indul Kecelen, nyert a regionális pályázat. Sikeresen lezajlott a második Agrár Expo Kiskörösön. Teltházas zenés-dalos találkozó. A Kecelvárosi Televízió vendége volt Minda László, a megyei intézményfenntartó központ vezetője. Maratoni futás Jeruzsálemért kollégánk Hegyes Attila 42 kilométert futott. Húsvéti örömhír, az egyház legnagyobb ünnepe van ezen a hétvégén. Ha tehetik, tartsanak velünk ma is. Korszerű hulladékkezelés várható a jövőben Kecelen. Jövőre elindul Kecelen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, miután a regionális hulladékgazdálkodási társaság milliárdos uniós támogatást nyert. A lakosság az otthoni gyűjtéshez ingyenesen kap majd edényeket, illetve zsákokat. A beruházás 1%-os díjemelkedéssel jár majd. Újabb fejlesztés előtt áll a régiónkban néhány éve kiépített korszerű hulladékgazdálkodási rendszer, mivel az Unió arra kötelezte hazánkat, hogy 2016-ra 35%-ra csökkentse a lerakott szerves anyag mennyiségét. Az előírásoknak való megfelelés a szelektív hulladékgyűjtés szélesebb körben történő bevezetésével valósul meg Kecelen is. Mivel Kecel egy nagyobb településnek minősül, itt a házhoz menő szelektív gyűjtést próbáljuk majd kialakítani, ami azt jelenti, hogy különböző frakciók, zsákok lesznek szétosztva, és akkor majd kérjük a lakosságot, hogy annak megfelelően próbálja a hulladékot szelektálni, osztályozni, és amikor ez megtörténik, majd megfelelő időben, természetesen megfelelő gépjárművel ezek összegyűjtésre kerülnek, és ezzel úgymond már ez a hulladék egy válogatott formába fog begyűjtésre kerülni, és egy része már lehet, hogy meg sem fog jelenni a hulladék lerakó, illetve a végleges hulladék lerakó részben, hanem csak mondjuk egy előkezelő részben, amit majd minden egyes hulladék lerakónál ki fogunk építeni. A milliárdos projekt vezetője szerint a szelektív gyűjtés 2013 második felében indul el Kecelen. Ehhez a lakosság térítésmentesen fog zsákokat, illetve megfelelő edényzetet kapni. A fejlesztés következményeként némileg emelkedik majd a szemétszállítás díja is. Mindennek ára van, természetesen ennek is. Ez azt jelenti, hogy ha szétosztjuk a 320 ezer lakosra, ami ebbe a konzorciumba, ebbe a társulásba, pontosan társulásról beszélünk, tartozik, akkor ez a beruházás, amit itt most meg fogunk valósítani, ez körülbelül 1%-os áremelkedést jelent majd a ürítésenként, ez fog a lakosnál megjelenni. A homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulásnál arra számítanak, hogy a később bevezetésre kerülő és a szolgáltatási díjúval országosan beépülő lerakási díj a mostani fejlesztés eredményeként városunkban kedvezőbb lesz, mint más térségekben. Kiskörösön rendezték a harmadik Duna-Tisza közé Agrár Expót. Tavaly 12 ezeren vettek részt a rendezvényen, de az érdeklődésre idén sem panaszkodhatnak. Magyar termelők, magyar kézművesek, házilag előállított termékek. Ez a harmadik Duna-Tisza közi Agrár Expo, melyet az elmúlt hétvégén rendeztek meg Kiskörösön. Nagy Tamás főszervező szerint ez az esemény különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a kecskeméti, bajai, kalocsai és kiskörösi kistérségi termelők mutathatják itt be és értékesíthetik áruikat. És ami a legfontosabb és legjobb hír egyben, hogy az itthoniak most már jellemzően a magyar termékeket keresik. Néha egy kicsivel drágább is. Mindenki gondoljon arra, hogy egyszerűbb itt hagyni azt a pici pénzt, mint aztán a patikába. Az Európai Bizottság 2014-ig engedélyezte Magyarország számára a termőföldvásárlási moratórium, vagyis a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező uniós polgárok és valamennyi jogi személy termőföld szerzésének korlátozását. Font Sándor, térségünk országgyűlési képviselője e téma kapcsán nyilatkozott. Az Unió tovább nem ad lehetőséget arra, hogy megtiltsuk a külföldiek termőföld vásárlásának a tilalmát. 2014-től ez felszabadul. Most azt vizsgáljuk, most már előre haladott állapot vagyunk, hogy mely országok hogyan reagáltak a teljes szabad földvásárlási kényszerre, illetve a lehetőségre. Több példát az osztrákokét, a dánokét, a németekét, és legutolsó időszakban, az utolsó 3-4 évben általam is nagyon kedvelt francia szabályozás felé fordult a figyelem, hiszen nem elég az, hogy mi kitalálunk egy olyan rendszert, amelyben tényleg megpróbáljuk a spekulánsokat kizárni a föld tulajdonosok köréből, és kizárólagosan a helyben lakó, az életvitelszerűen mezőgazdasággal foglalkozó gazdálkodóknak szeretnénk, hogy föld tulajdonuk legyen.
Ha azt mi nem jó szabályzási keretek között tesszük, akkor az unió sajnos ezt megsemmisíti. A hagyományokhoz híven ismét megvendégelte a nyugdíjas dolgozókat a Kecelis vidéke Áfész. A rendezvényre közel 30 fő érkezett, akik nagyon nagy lelkesedéssel várták ezt a napot, hiszen jó alkalom ez a régi szép emlékek felelevenítésére és a tartalmas nyugdíjas hétköznapok kibeszélésére is. A Kecelis vidéke Áfész 1946-ban kezdte meg működését. Szabó Ferenc elnöknek ez az első munkahelye. A szövetkezetnél már hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő, kellemes hangulatú nyugdíjas napra idén, április 4-én került sor. Stanyi Gáborné több mint 30 évet dolgozott a Keceli Áfésznél. Küzdelmes volt, nagyon küzdelmes, mert ugye mindig új dolgok jöttek, amikor régen még ugye kezdtük a evolút táblával, utána bejött a gépesítés, aszkották, utána már a modern, fejlettebbek, ugye jelenleg is már nagyon fejlett a technika, de volt öröm is, minden szép volt. Most is, amikor Feri mondta, hogy most lesz a nyugdíjas nap, hát mondom, alig várjuk. Örömmel jövünk össze. Szabó Ferenc szívélyesen köszöntötte vendégeit. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a szokásos nyugdíjas találkozón a megjelent kollégákat. Hát örömmel konstatálom, hogy azért viszonylag szép számmal megjelentünk. A Kecelis vidéke Áfésznek jelenleg több mint 60 nyugdíjasa van, ebből 7-en még aktívan dolgoznak. Szabó Ferenc a jelenlegi helyzetet is felvázolta. Az Áfész működőképes, tehát megvannak a boltok, az most más dolog, hogy franchise rendszerben dolgoznak, illetve működnek egy része. A létszámunk az a nyugdíjas létszámnak pont a fele. Szabó Ferenc irodájában fogadta stábunkat, és mesélt az Áfész több évtizedet felülelő történelmének legnagyobb változásairól és a szövetkezet tevékenységének széles skálájáról. Az élet hozta az Áfésznek a tevékenységét, mert itt a kiskereskedelem, a vendéglátás, ipari tevékenység, kisvágóhíd, azt mondja, hogy pálinka főzde, szennyvíztisztítás, szippantás, az égvilágon mindennel foglalkozott, szódagyártástól kezdve, hát ez az idősebb korosztályozó jobban emlékszik rá, valójában. Az igazi kereskedelem az valahol a 68-as évtől, amikor az új mechanizmus, gazdasági mechanizmus kezdődött, ami aztán egy picit alább is hagyott, akkor egy picit önállóbbak lettek a cégek, és egészen a 80-as évek végéig erejeteljében volt maga a szövetkezet. Volt olyan időszak, hogy több mint 300 dolgozója volt. Hozzáveszünk, hogy ma alig vagyunk 30, és a nyugdíjasaink ugye dupla létszámmal vannak, hát eltörpül maga az egész tevékenységünk, de ez valójában az élet és maga a változások, ami menet közben az elmúlt 50-60 évben történt, tehát be van sűrítve a mi életünkbe is. És elég nehéz a mai körülmények között gazdálkodni, tekintett arra, hogy megváltoztak teljes egészében a vásárlási szokások, erős a konkurencia, és a fő nehézség a vásárlóerőnek a rohamos és folyamatos csökkenése, illetve stagnálása, ami gyakorlatilag a fejlődést elég nehézé teszi, ha úgy tetszik, lehetetlené. A nyugdíjas nap megszervezését az elnök több szempontból is fontosnak tartja. Azt hiszem, hogy talán egy kis nosztalgia is van benne a koromnál fogva, és ezek az emberek, akik most itt vannak, ez a körülbelül szűk 30 személy, régi dolgozók, és jó összejönni. Ennyire egyszerű. Azt hiszem, megadja az ember valószínű, ha kis nem is mondja, azt a tiszteletet, amit ezek az elmúlt 30-40-50 évben produkáltak, mert az Áfésznek gyakorlatilag a jelenlegi vagyonát többé-kevésbé ők alapították meg. Most rövid híreink következnek. Elfogató parancsot kellett kiadni a Kolompár per egyik vádlottja, a Keceli Kolompár László ellen, mert megszegte a lakhelyen hagyási tilalmat, írja több országos lap. Az ügy másodrendű vádlottja éveken keresztül volt a helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke.
Nemrég még a Kecel televíziónak nyilatkozott arról, hogy politikai összefüggés sejt a roma képviselőtestület feloszlatása mögött. A perben egyébként Kolompár Orbánt, az országos cigány önkormányzat volt elnökét és 8 társát, köztük a Kecelen Zsambakért ismert cigány politikust jelentős értékre elkövetett sikasztással, a számviteli fegyelem megsértésével, valamint jogosulatlan gazdasági előny megszerzésével vádolják. Szerkesztőségünk az üggyel kapcsolatban megkereste a keceli cigány önkormányzat utolsó elnökét, aki úgy tudja, hogy Kolompár László Angliába menekült. Elindult a tüskösi, valamint az úgynevezett harckocsi utat összekötő mezőgazdasági út építése Kecelen. A kivitelező Soltút Kft. 2,4 km hosszú szakaszt készít majd el, mintegy 200 milliós beruházás keretében. A költségek közel 85%-át egy sikeres uniós pályázás biztosítja. Kecel önkormányzata 40 millió forint saját erőt áldoz a projektre, amelyet a kötvénykibocsátásból fedeznek. Az útépítés előre láthatólag május végéig tart. A gazdák addig is egy egyszerre kialakított dűlőúton közelíthetik meg ültetvényeiket. A Kész Keceli szervezetének meghívására érkezett március 29-én a Szent Háromság templomba és celebrált misét dr. Török Csaba, az Esztergomi Hittudományi Egyetem tanára. Prédikációjában felhívta a figyelmet az evangelizáció fontosságára, hiszen ősszel ünnepli az egyház a II. Vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulóját, és ezzel együtt megkezdődik a hit éve is. Célja, hogy a hívek hirdessék Krisztust azoknak, akik nem ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne. Dr. Török Csaba örömmel érkezett az 1802-ben épült keceli templomba. A hit hirdetőinek feladata azóta mit sem változott, mondta, csak a módszer más. Rendhagyó előadásnak lehettek szem- és fültanúi azok, akik ellátogattak a Márk Evangéliuma című előadásra a Városi Könyvtár és Művelődési Házba. Az est különlegessége, hogy a szereplők semmiféle eszközt nem használtak a közel másfél órás szereplés során. Helyi fiatalokból álló amatőr színész társulat adta elő április 1-én és 2-án Jézus tanításait és szenvedés történetét úgy, ahogyan az a Márk evangéliumában olvasható. A székek elrendezése is különleges volt, hiszen kör alakban foglaltak helyet a nézők, néha őket is bevonták a színészek. Az egész estét betöltő előadás során sokszor spontán szólaltak meg a szereplők, némi humorral is vegyítve. A rendező Benedek Zalán Győrből jött Kecelre, ő volt egyébként a főszereplője is a Márk drámának. Bemutatták Jézus csodáit, a tanítványokat, a kétkedőket és azt az egész folyamatot, amely a keresztre feszítésig vezetett. A szervezők arra kérték a vendégeket, hogy az idei húsvétban ne csak a Sonka és a Nyuszi játssza a főszerepet, hanem mindenki töltsön a lehető legtöbb időt a családjával. A magyar néphagyomány szép ünnepe volt városunkban március 31-én. A Kecel Folklór együttes asszony kórusa és citera zenekara hívta vendégségbe közeli s távolabbi települések hagyományőrző közösségeit. Reménységgel tölti el minden ember szívét, ha olyan gyerekeket, fiatalokat lát színpadon, akik népdalokat énekelnek, vagy népi hangszereken játszanak, hiszen ők lehetnek az a mögöttünk felnövekvő generáció, akik által hagyományaink tovább élnek. A 2012-es zenésdalos találkozó nyitánya ilyen érzéseket keltett bennünk, amint megpendültek a legifjabbak, Tamaskó Zsolt és Tamaskó Csaba citerái. Gyakran hallott, s rég feledésbe merült népdalok egyaránt felcsendültek e délutánon. A két évente megrendezésre kerülő találkozón az ismerős csoportok mellett idén újak is bemutatkoztak. Decsről, Szeremléről, Sükösdről és Nagybaracskáról. A népdal, a népzene, a néptánc mind-mind olyan értékek, melyek biztosítékai az emberi lélek egészségének, s melyek az összetartozás örömét szolgálják. Ezt az összetartozást
Ezt az örömöt érezhették meg mindazok, akik részesei voltak a találkozónak. Köszönet érte a rendezvény minden támogatójának. Mintegy két hónappal ezelőtt hirdette meg a Kecel Média szerkesztősége az Építsen, Alkosson, Nyerjen című hóemberépítő versenyt, melynek végeredményét már nagyon sokan várták. Több tucatnyi alkotás érkezett be a pályázatra, nem kis feladatot adva ezzel a háromtagú zsűrinek. Családias hangulatban telt el a péntek délutáni eredményhirdetés, a sok gyermek és szüleik is izgatottan várták a végleges sorrendet. A vendégeket először Widnerné Fenyvesi Bernadett, a Kecel Média főszerkesztője köszöntötte. Ezt követően megtudhatták a hóember építők, hogy hogyan is indult útjára a verseny. Az idei tél nem volt kegyes a hóember építőknek, az első hó ugyanis nagyon kevés volt, az utána hullott közel fél méternyi pedig sokáig nem volt használható. Az olvadásnak köszönhetően viszont beindultak az építőmesterek, csak úgy özönlöttek a pályamunkák. Mint kiderült, valóban nehéz munkája volt a háromtagú zsűrinek. Éppen ezért külön díjakat is odaítéltek a Csík családnak, valamint Feró Kristófnak és Grétának. A harmadik helyezett a Fekete család hóembere lett, a második Horváth Nettié, míg az első díjat a Rohoska család alkotása nyerte el. A verseny megvalósításában nagy szerepe volt az Astron Kft.-nek, a Kompana Irodatechnikának és a Kecelés vidéke Áfésznek. Az alkotások már megtekinthetők a város weboldalán is. Tojásvadászatra hívta a keceli óvodásokat az egyik keceli szupermarket. A gyerekek örömmel mentek a ligetbe, ahol a feladat szerint minél több csoki tojást kellett összeszedniük. Húsvét előtt egyébként országszerte szerveznek hasonló játékos feladatokat. Egy Vas megyei városban például a fődíj egy igazi főcsonka. Több tucatnyi óvodás kisgyermek szaladgált az 56-os emlékmű körül a keceli ligetben, hogy összegyűjtsék azt a rengeteg csoki tojást, amelyet a keceli spár dolgozói szórtak szét közöttük. Gyakorlatilag 5 perc sem kellett, és az összes tojás gazdára talált. A Cinkapanna óvoda pedagógusa Árvai Andrásné Edit elmondta, hogy régóta készülnek a gyerekekkel a húsvéti ünnepre. Az óvodában a gyerekekkel a húsvétre úgy készülünk, hogy megbeszéljük, mit ünnepelünk húsvétkor, felelevenítjük a húsvéti hagyományokat, népszokásokat, ezzel is átörökítve őseink örökségét, ezzel tisztelgünk a múltnak. Az óvodában a gyerekekkel készítettünk húsvéti nyuszikát, amiben majd elhelyezzük a húsvéti tojást, amit ők festenek ki, díszítenek festéssel. A nagy csoportosok természetesen már komolyabb technikákat is kipróbálnak, és nagy örömmel készítik ezeket a díszes tojásokat. Ezeket majd hazaviszik a gyerekek. Beszélgettünk arról is, hogy a húsvéthoz milyen állatjelképek kapcsolódnak, a csibe, a bárány, a húsvéti nyuszi. Természetesen ezeket egy kicsit mélyebben is átbeszéltük a környezetismerethez kapcsolva. Az is kiderült, hogy sokan tartják közülük az évtizedes hagyományokat. A kislányok készülnek a fiúk fogadására, a kisfiúk a locsolkodásra, és az öröm, hogy leginkább azt emlegetik, hogy csokoládé tojást kapnak ajándékba majd a lányoktól. A keceli születésű Minda László lett a megyei intézmény fenntartó központ vezetője. Feladata az intézmények, gazdasági társaságok és alapítványok működésének hatékonyabbá tétele. A következő percekben egy rövid összefoglalót láthatnak a vele készült interjúból. Én Budapesten, illetve Budaörsön az Ösan központban dolgoztam, szintén gazdasági feladatokkal láttak el. Szintén felső vezetésben dolgoztam, és innen jött a gondolat, megkeresés, hogy hogyan azt és milyen körülmények között úgymond találtak meg, azt ne kérdezzem, mert mai napig nem tudom, csak egyszer jött egy ilyen gondolat, és beszélgetés sorozat kezdete, hogy a 2011 végén a megyei önkormányzatok vagyona konszolidálásra kerül. Erre majdan meg lesz alkotva egy törvény, és 2011 utolsó hónapjára, december hónapjára kell a Bács-Kiskun megyébe egy intézményi biztos, aki fogja biztosítani a Bács-Kiskun megyei önkormányzat vagyonelemeinek az átadás átvételét a megyei intézmény fenntartó központ részére.
És akkor ez, hát ez egy nagyon érdekes feladatnak tűnt, és én azt mondtam a beszélgetések során, hogy, hogy miért is gondolnak rám, miért is lennék én erre a feladatra alkalmas, hiszen közigazgatásban nekem nincsen gyakorlatom. Én nem dolgoztam a közigazgatásban. Én gazdasági feladatokkal foglalkoztam. Esetleg pont azért, mert szerettem. És hát pont ez volt a válasz, hogy na pont ezért. Pont ezért, mert egy olyan emberre volt szükség, aki igenis tudja azt, hogy gazdálkodás az mit jelent egy nagy vállalat esetében, mit jelent az, hogy bizony van egy költségvetés, és azt úgy kell beosztani, hogy az december 31-én is biztosítsa a feladatellátáshoz szükséges pénzeszközöket. Illetve hát a bevételi oldalnak is azért nagyszerű dolog, ha az megvan. Na most én azt gondolom, hogy a multinacionális cégeket lehet különböző kritikákkal illetni. Erről nekem is megvan sok-sok tapasztalatom, de egy dolgot viszont el kell fogadni. Ezek a multicégek tudnak valamit, többek között a vállalatirányításról, a gazdálkodásról, amit jó, ha eltanulunk tőlük. És jó, ha ezeket a dolgokat itt Magyarországon, a magyar érdekek tekintetében is felhasználjuk. Bocsásson meg, hogy beleszólok, de rengeteget hallunk majdnem minden héten olyan hírt, amikor egy multinacionális cégnél dolgozó ember úgymond kipakol, hogy őt mennyire szolgaként dolgoztatják. Valóban ezt a fajta stratégiát érdemes megtanulnunk, vagy átvennünk, mert mindig hallunk ilyeneket, hogy nem úgy viselkednek az alkalmazottakkal. Én nem mondtam azt, hogy ezt a fajta stratégiát érdemes átvenni. Nem, én azt gondolom, hogy ezt a fajta stratégiát semmiképpen nem érdemes átvenni. Tehát az, hogy bizonyos botrányok időnként felröppennek bizonyos cégeknél, ez igaz. Hozzáteszem, ez azért igaz, nem multinacionális tulajdonban lévő más típusú vállalkozások esetében is. Én azt gondolom, hogy ha már a munka morálnál és a munkáról beszélünk, a cégek nagy többsége, legyen az magyar tulajdonú vagy nem magyar tulajdonú, egyre inkább megköveteli a napi, pontos, precíz, tökéletes munkavégzést, egyre inkább elvárja, hogy a kialkudott havi bérért teljes erőbedobással és legjobb tudása szerint dolgozzon az alkalmazott. Ezt a multik azt gondolom, hogy tökélyre fejlesztették. És hát nyilván ott is megvannak azért olyan vadhajtásai ennek, ami nem követendő. A Minda Lászlóval készült interjút teljes terjedelmében április 18-án vetítjük itt a Kecelvárosi Televízióban. A húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a templomokban. Ezen alkalomból húsvéti üzenetet láthatnak a kedves nézők Burányi Rolandtól, a Római Katolikus Egyház plébánosától, valamint Városi Ferenctől, a Magyar Pünkösdi Egyház keceli gyülekezetének lelkipásztorától. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket 2012 húsvét ünnepén, amikor is Krisztus kereszt halálára és föltámadására emlékezünk, amely természetszerűleg egy múltbeli esemény, de a hívő ember számára folyamatos jelen valóság is. Megtapasztaljuk életünkbe a szenvedést, de ugyanakkor minduntalan részesei vagyunk a feltámadásnak is. Amikor érezzük, amikor tudjuk, hogy fejlődünk, hogy előrelépünk, és hogy életünk nem a halál felé, hanem a beteljesedés felé tart. Az elmúlt évek megmutatták, hogy a világ egy olyan alapra épül, amely nélkülözi Krisztust, ezért roppant módon ingatag, a Szentírást homok alapzatnak nevezi ezt, amelyre csak balga ember épít. Éppen ezért ezen a húsvéton tegyünk erős fogadalmat, hogy mi Krisztusra, ami erős szikla alapunkra építjük életünket, úgy egyéni, mint családi, mint közösségi életünket. Ez az újfajta látásmód, gondolkodásmód, ez az észszerű építkezés hozza meg mindnyájunk számára a békés fejlődést, de soha ne feledjük,
hogy a mi hazánk nem csupán a földön van, hanem a mennyben, Isten közelségében. Húsvét az első keresztények, az első keresztény gyülekezet számára örömünnep volt. A boldog tapasztalat töltötte be a szívüket, az életüket, így is köszöntek egymásnak. Feltámadott az Úr, valóban feltámadott. Húsvét üzenete a ma embere számára sem kevesebb ennél, vagyis Isten nem halott, Jézus Krisztus él. Ez a tény, az ebben gyökerező hit ma is emberületeket változtat meg, kapaszkodót nyújt, reményt ad, új esélyt kínál nekünk. Krisztus egyháza és annak tagjai ezen tény megtapasztalói, és ebből a tapasztalatból hiteles tanúi, elkötelezett hirdetői ennek az evangéliumnak. Kívánom, hogy a városunkban a húsvét örömünnep legyen, a feltámadás örömünnepe. Kedves nézőinknek kívánok áldott húsvéti ünnepeket és reményt a mindennapokhoz. Kollégánk Hegyes Attila kitartásáról tett tanúbizonyságot akkor, amikor lefutotta a számára is szinte lehetetlennek tűnő maratoni távot. A Jeruzsálemben tartott versenyen közel 15 ezeren indultak. A maraton 42.195 méter távú futóverseny. Leküzdése sokak szerint emberfeletti teljesítményt jelent, ezért a sportág a kitartás egyik szimbólumává vált, kialakulása egyébként még az ókori Görögországra vezethető vissza. A világon több helyen szoktak maratoni futást szervezni, szerkesztő kollégánk Hegyes Attila nemrég érkezett haza Jeruzsálemből egy ottani versenyről. Igazából futómúltam nincs, életemben nem vettem részt egyetlen versenyen sem. A futásom az inkább kocogásnak nevezhető, de az is csak az utolsó 10 évben volt jellemző, tehát semmiféle gyakorlatom nem volt, maratonfutás az pedig az álmaimban sem szerepelt. Segítségére a keceli Kollár Ironman József maratonfutó volt, aki látott Attilában esélyt a táv megtételére. Mi arra készültünk, figyelve az időjárás előrejelzéseket, meg hát tudva azt, hogy milyen égövön fekszik Jeruzsálem, Izrael, arra gondoltunk, hogy ott már kellemes tavasz idő van, legalább 20 fok, ehhez készültünk, nem nagyon vittünk téli esruhákat, pedig szükség lett volna rá, hiszen amikor futottunk azon a napon, ez reggel 7 órakor kezdődött, alig volt 6 fok, esett az eső, később jégeső, és orkán erejű szél volt, tehát ilyen elemekkel is meg kellett küzdenünk a futás közben. A verseny tartogatott meglepetést, hiszen Attila nem volt hozzászokva az ilyen nagy távolságok leküzdéséhez. Volt olyan pillanat, amikor igen nagy fájdalmat érzett. Voltak nehéz pillanatok, ez az utolsó 10-15 kilométer. Jeruzsálem ugye dombokra épült, és hát dombokat kellett megmászni, azokról kellett leereszkedni futással. Erre nem tudtunk felkészülni, senki sem. Hát itt ugye Alföldön vagyunk, síkterepen lehet futni. Az én gyakorlásom, az ilyen terepgyakorlás az abban merült ki, hogy felfutottam a 8. emeletre, meg lefutottam, mert ott lakom Kiskunhalason. De igazából ez nem jelentett felkészülést, tehát nem tudtunk arra felkészülni, ami ott várt ránk, úgyhogy az utolsó 10-15 kilométer az nagyon kemény volt számomra. A derekamat, a lábamat nagyon megviselte. Előtte mindenféle jó tanáccsal elláttak bennünket, hogy a pihenőpontokon igyunk, együnk zselét, energiaitalokat. Hát én ezeket korábban se fogyasztottam, semmilyen jellegű ilyen energia erősítőt nem használtam, ott pedig nem mertem, mert azt mondták, hogy ezeknek ott hashajtó hatása van, tehát hogyha nem bírja a szervezetem, és az ott derül ki futás közben, akkor az bajokat okozhat. Végül is sikerült teljesíteni a távot. Mit jelent neked az? Mit éreztél abban a pillanatban, amikor beértél a célba? Hát óriási örömet. Ez volt az első, és az, hogy végre sikerült. Ez a futás mérföldkő volt Hegyes Attila életében, a versenyre az Együtt Jeruzsálemért mozgalom keretein belül indult. A mondás azt tartja, hogy soha nem mond azt, hogy soha, ő azonban nem tervezi hasonló nagy távok meghódítását. A futást folytatom, maratonon soha többet nem indulok. Az elmúlt héten zajos volt a városi sportcsarnok, a hagyományos Lehőc kupa most is baráti hangulatban telt. A megnyitó Lehőc József a rendezvény főszervezője sportszerű játékot kért a 4 csapattól. Ezúttal pályára léptek a János Hami pedagógusok, a Törlei Pezsgőgyár csapata, a Bortim, valamint a Közép-Magyarországi Pincegazdaság dolgozói. A 2x15 perces találkozók a hagyományos szabályok szerint zajlottak.
A Víz Világnapja alkalmából szervezett ismét gyalogtúrát a Keceli Tekergők Egyesület. A 20 kilométeres távot közel 50-en teljesítették. A kiinduló pont a Szilosi erdő sarkánál lévő erdészeti tanösvény volt. Kecel igen gazdag természeti kincsekben, legismertebbek ezek közül a vörös mocsár, a símató, az őrjeg és a natúra tanösvény. A keceli tekergők újból meginvitálták a természetkedvelőket, ezúttal a rózsaberek tanösvénytől a kanálishoz vezetett a túra. Már reggel 9-kor startolt a mezőny, az előző nap jósolt esőnek szerencsére nem volt nyoma, a szél viszont kicsit lehűtötte a levegőt. A 20 kilométeres túra alatt megtekintették a méhesfoki kilátót, az egykori bárkacsárdát, majd a kanálispartot elhagyva, a Szabadi keresztet és a Bekói dőlt hidat. A keceli tekergők nem állnak le, mint ahogyan a nevükben is benne van, egész szezonban tekeregni fognak az ország különböző pontjain. Hamarosan egy kerékpár túrával folytatják, melyről bővebb információt a tekergők Facebook oldalán tudhatnak meg. Kedves nézőink! Jövő héten húsvét hétfőn este 6 órakor a visszapillantóban a 2009-es költészetnapi felvételeinket láthatják. Kedden a Kecel Sportban Kecel KC Csátesz Ese kézilabda mérkőzés a városi sportcsarnokból. A szerdai és csütörtöki életképekben a zenés dalos találkozót nézhetik meg. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Április 7-én szombaton 18 órakor a Kecel KC Dávod SC kézilabda mérkőzésre várják a szurkolókat a városi sportcsarnokba. Április 11-én szerdán a Magyar Költészet Napja alkalmából délután 14:30-tól Buda Ferenc és Buda Ádám zenés irodalmi délutánját tartják a Városi Könyvtár és Művelődési Házban. Majd ezt követően Kecelváros önkormányzata riport és versíró, valamint rajzpályázatának eredmény hirdetésén vehetik át a díjakat a gyerekek. Április 13-án pénteken kerül megrendezésre a városi borverseny a Fürtös vendéglőben. Április 14-én cigánybál lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében. Április 15-én vasárnap délelőtt 10 órától a Városi Sportcsarnok ad helyet a nyugdíjas napnak, melyen Kecelváros önkormányzata köszönti idős lakosait. Április 15-én délután 16:30-tól a Városi Focipályán a Kecel FC Jakabszállás KSL labdarúgó mérkőzésre várják a szurkolókat. Kedves nézőink, mára ennyi volt a keceli körkép, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Korszerűbb hulladékkezelés indul Kecelen, nyert a regionális pályázat. Sikeresen lezajlott a második Agrár Expo Kiskörösön. Teltházas zenés dalos találkozó. A Kecelvárosi Televízió vendége volt Minda László, a megyei intézményfenntartó központ vezetője. Maratoni futás Jeruzsálemért kollégánk Hegyes Attila 42 kilométert futott. Húsvéti örömhír, az egyház legnagyobb ünnepe van ezen a hétvégén. Műsorunkat ma este 10 órától ismét megtekinthetik, illetve megismételjük szombaton és vasárnap is este 6, valamint este 10 órakor, és természetesen megnézhetik a város weboldalán is. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, kollégáim nevében is mindenkinek áldott húsvéti ünnepet kívánok. Maradjanak velünk, hiszen kezdődik az Életmód című magazin műsorunk Húsvéti buborék címmel. Utána pedig multidéző, ezúttal Boros Pál erdész mesél életéről. További szép estét kívánok, viszontlátásra!